Vannak olyan ötletek, amikor otthoni alapanyagokból tök jó zenei cuccokat lehet összehozni. Viszont léteznek olyan ötletek is, amikor egy idiótaság lesz a végeredmény, legalábbis szerintem ezt fogom mai videómban tesztelni. Ha szeretnétek ennek a végeredményét élőben megnézni, akkor gyertek el december 8-án a Mikulás partira, itt megtaláltok minden részletet, találkozhattok velem, lehet rajzkihívásban részt venni velem együtt, készíthettek karácsonyi ajándékfa díszeket, illetve Mikulás sapkát is készítünk természetesen, de most kezdjük is el a videót. Az első ötlet az, hogy konzervdobozból, lufiból, egy hurkapálcából és egy parafa dugóból készítünk egy szuper dobfelszerelést. Én azt gondolom, hogy már eleve a parafa dugónak a kiszúrása sem annyira egyszerű, mint az eredeti videóban látszik. Ott ugyanis fogta, kihegyezte a hurkapálcát és beleszúrta. Most ezt megpróbálkozom első körben, de én készítettem azért ide komolyabb felszereléseket is. Kihegyeztem a hurkapálcát, és nézzük meg, hogy bele tudom-e szúrni. Lehet, hogy bele tudom, mert nagyon erős vagyok, vagy nem. Mondjuk olyan bizonytalanul rajta van, hát ezzel azért még dobolni nem lehet. Most második körben egy kis ollóval fogok próbálkozni. Na nézzük meg, hogy így könnyebben belemegye. Picit jobban belement. Hogyha egészen stabilra szeretnétek menni, akkor lehet használni a fúrót. Én most csak azért használom, nem ezt kell megfúrnom ezt, mert már ide készítettem, de jó volt a kis ollós megoldás. Elkészült az egyik, és elkészítem a másikat is. Most ennél megpróbálkozom úgy, hogy lerakom a dugót, és úgy szúrom bele, hát ha úgy jobban megy. Picit jobban belement, de igazából még egy fél centit sem ment bele, úgyhogy itt is alkalmazzam a kis ollómat. Hogyha egy kis plusz ragasztóval rögzítitek, akkor talán tartós is lesz. Meg vagyunk a dobverőkkel, és most elkészítjük a dobokat. Ehhez a videóban lufikat használtak, levágták a tetejüket, és úgy feszítették fel konzervdobozra. A kisebb konzervdobozra jó lesz ez a lufi. Au! Jaj, hát ezt ne így csináljátok otthon. Minden esetre sikerült feltennem, és most még a másik nagyobb konzervdobozra egy kicsit lejjebb vágom le a lufi szárát, és akkor hát az is rá tud. Négyből semmi. Nagyon nem merem majd ütni, hogy leugorjon. Lehet, hogy érdemes rögzíteni, hogyha ezt szeretnétek tartósan használni. Most kíváncsi vagyok, hogy tényleg milyen a hangjuk. Én nem hiszem, hogy olyan különösebben nagy zenei élményt adnak, de most kiderül. Hát, egyáltalán nincsen semmilyen mély hangzása, szóval teljesen fölösleges szerintem olyan konzervdobozokra. De lehet, hogyha mással ütnénk, akkor jó lenne. Mivel üthetem még? Nem. Hát... egy alap dobszerkót szettet nem érdemes szerintem belőle csinálni. Szavazzatok, hogy mekkora csacsiság ez a csacsisági skálán. Azért nem olyan nagyon nagy hülyeség, de... szerintem egy edényfedőn például sokkal jobban lehet dobolni. Úgyhogy én nálam ez 2-est kap. Menjünk át a következő ötletre, ami én reménykedem, hogy 10/10-es csacsiság lesz. Ugyanis a következő ötletben azt ígérték nekünk a videóban, hogy egy ilyen műanyag gumikesztyűből egy remek skóddudát tudunk készíteni. Mégpedig a következő képpen. Levágjuk három ujját a gumikesztyűnek, a két szélsőt és a középsőt. Fogunk három darab szívószálat, és nagyon hosszú V alakot metszünk az egyik végére. Ha megvagyunk, akkor a levágott ujjakba a hegyes felét beletesszük a szívószálaknak, és leragasztjuk őket. Kész
készen is van a fantasztikus Skoda-dudánk. Hát látványra elég fura. Látványra szerintem simán 10-es. A videóban a hüvelykújjába fújtak, úgyhogy én is ezt próbálom most megcsinálni, és itt a végén a B alakot nyomogatta a különböző hangokért. Mennyire jó hangot ad? Nagyon meg ez profik azok valahogy így csinálják, nem? Na hát, ezt pont akarom arra zseg, mint gondoltam. Nálam ez 10/10-es a csacsiság iskálán. Írjátok meg, hogy nektek hogy tetszett. Még egy utolsó zenei ötlet volt, amikor is egy darab répából egy fúvós hangszert készítettek, mégpedig a következő képen kifúrták a répa közepét, készítettek rá lyukakat, és utána megszólaltatták. Hát lássuk, hogy sikerülni fog-e nekem. Kicserélem a fúrószárat vastagabbra. Egyébként az eredeti videóban végig se fúrták, tehát ott semmiképpen se jöhetett belőle ki hang. Nagyon látszódik is, ahogy rá van játszva. De én azért megadom ennek az ötletnek az esélyt, és megpróbálom tökéletesen elkészíteni. Amikor ezzel megvagytok, akkor kell egy ilyen ferde lukat vágni az elejére. Na nézzük, működik-e. Hát, nem nyert, de azért egy jó ötlet volt, de sajnos nem működik, úgyhogy nem érdemes kipróbálni. Minden esetre nagyon jó szórakozás volt ezeket a hangszereket elkészíteni. Nekem abszolút a kedvencem ez a Skót kecskeduda, vagy mi a szent szöszlet. Ez kiállítási darab, feltétlen elviszem majd a közönség találkozóra december 8-án. Gyertek el ti is, nagyon sok különleges programmal várlak titeket. Mindenképpen számítok arra, hogy együtt nagyon jót szórakozunk, úgyhogy gyertek, és Mikulás sapkát készítünk közösen. Hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot rá, és feltétlen várom a kommentjeiteket, hogy melyik idióta ötlet hány pontot ér szerintetek. Az előző idióta ötleteket ide kattintva találjátok, és iratkozzatok fel a csatornára, mert hamarosan egy következő kiadással is jelentkezem. Sziasztok, szép kreatív napot! Ha szereted a kreatív cuccokat, látogass el webshopomba is!